Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek! Most karácsony ünnepén köszöntelek benneteket. Biztosan, hogy a ti szívetek is tele van várakozással, hogy most hogyan is fogtok ünnepelni, és hogy mi minden történik. Készülünk karácsonyra, immár karácsony van. Az Úr Jézus Krisztust ünnepeljük. Tudjátok azt, hogy hol született az Úr Jézus? Én jártam azon a helyen, Betlehemben született. Betlehem egy kisváros volt, ahol az emberek általában ismerték egymást, szeretetben, békességben éltek. Azon az estén, amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett, nem messze Betlehem városától, a külvároson, a mezőn pásztorok legeltették a juhaikat. Több pásztor is vigyázott a juhokra. Az esti órák beálltak, tűz mellett elbeszélgettek egymással a pásztorok. Igazgatták a tüzet, hogy egyre nagyobb lángja legyen, melegítették a kezüket a tűznél, de olyan szabadon mozogtak ott kinn a mezőn, egymással beszélgettek. Tudjátok, akkor még nem volt rádió, akkor nem volt még tévé sem, és akkor még nem volt okos telefon sem. A régi szép időkről beszélgettek. Sok-sok élményük volt, amit apáiktól, nagyapáiktól, nagymamájuktól, a szomszédoktól, a barátaiktól hallottak. És ahogy beszélgettek, visszaemlékeztek a régi szép időkre. Szóba jött, hogy Isten népének, Izraelnek volt egy királya, Dávidnak hívták, ő Betlehembe született, és Betlehembe nevelkedett. Isainak hívták az apukáját, és nagy szeretettel nevelte őt. Dávid is pásztorfiú volt, ismerte a juhokat, hogy élnek, ismerte a vadállatokat, amik sokszor fenyegették a juhokat, tudott bánni Dávid a juhokkal, szerették is Dávidot a juhok, a bárányok mentek utána, ő pedig megvédte a juhokat, volt neki nagy erős pásztorbottya, meg egyéb más fegyvere is volt, hogyha jön a medve morogva, és jön a farkas vicsorogva, és jön a róka szaglászva, hogy akkor meglendíti ezt a botot, ezt a fegyvert, és elkergeti ezeket a vadállatokat, nehogy bántsák, nehogy bekapják a legkisebb bárányt. Mert hát nyilván a medve, a farkas, a róka, az oroszlán nem kíváncsiságból jött oda, hanem hogy melyik juhot vagy bárányt tudna elkapni, bekapni, megenni, jól lakni, és utána megtörölni a mancsával a száját, és inni egy nagyot ott a patakból. És ez a Dávid, aki pásztorfiú volt, végül is királyfi lett belőle, király lett belőle. Nagyon szerette őt a nép, ragyogó koronája volt, és mikor megjelent az emberek előtt,
királyi ruha volt rajta, és ragyogó korona. Nos, hát erről a Dávidról beszéltek pásztorok, ott ücsörögtek a füvön, volt, aki lefeküdt, és a kalapjával takarta be az arcát, hogy a holdfény ne zavarja, és így beszélgettek egymással. És hát az történt, hogy hirtelen Isten angyala jött el hozzájuk, és csodálatos fény, Isten dicsősége vette körül a pásztorokat és a juhokat. Körülfogta őket a fény, mint hogyha egy tűzgyűrűbe kerültek volna, és a pásztorok nagyon megijedtek. Még a lélegzetük is elállt, reszketett a kezük, a pásztorbot kiesett a kezükből. Annyira féltek, szegény pásztorok, nem láttak ők angyalt soha az életükben. Igaz, hogy a nagyanyjuk beszélt nekik az angyalokról, de ők el se tudták volna képzelni, hogy mik vagy kik azok. Mi lesz most? János bácsi kérdezte reszkető hangon az egyik fiatal pásztor gyerek. Elszaladjunk? Mit tegyünk? Elbújjunk itt valahol? Hát mi van itt? Mi történik itt? És ekkor megszólalt Isten angyala. Csodálatos szép hangja volt. Ilyen szép hangot a pásztorok még nem hallottak, és olyan szeretettel beszélt ez az angyal, hogy sugárzott a lényéből, és a szavaiból, és a szeméből az Isten szeretete. A pásztorok még ilyet nem éltek át, hogy egy különös lény ilyen nagy szeretettel szól hozzájuk, és ezekkel a szavakkal bátorította őket az angyal. Most idézem a Bibliából. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Megváltó született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Mesiás, a Dávid városában. Amikor ezeket a szavakat hallották, kezdtek megnyugodni, megértették, hogy nem ellenséggel van dolguk, hanem Isten angyalával, aki által Isten üzent nekik. Az angyal nagy örömről beszélt nekik. Hát mi lehet az a nagy öröm? A pásztorok mondták, hogy az utóbbi időben sok szomorúságunk volt itt a római katonák, az elnyomó katonák itt zavarták a mi életünket, és rosszul bántak velünk. Hát minek örüljünk? Milyen örömről beszél ez az angyal? Minek tudnánk mi örülni, kisbarátom? Mi okozna neked örömet most karácsonykor? Milyen ajándéknak tudnál örülni, ami megdobogtatna a szívedet, és ragyogna az arcod és a szemed, úgy örülnél az ajándéknak. Az angyal azt mondta, hogy az ajándék, aminek örülni kell, a megváltó született, megszületett, a megváltó Isten fia a Dávid városában, az Úr Krisztus, aki mindenkit szeret, a gyermekeket is szereti, és a rosszak szívét megváltoztatja, a rosszak jók lesznek, mert az Úr Jézus, akik hisznek ő benne, azoknak a szívét megváltoztatja, örömet ad abba, betölti őket szeretettel. Figyeljetek csak a
pásztorok, Jézus, a kisgyermek született egy közeli istálóba. Figyeljetek csak, pásztorok, mondta az angyal, kisgyermek született a közeli istálóba, még gyalog is el tudtok oda jutni. Máriának hívják az anyukáját. Az anyja bepolyálta az újszülöttet. És mivel másod nem volt hely, hát egy istálóba húzták meg magukat, és Mária a szalmára helyezte a kisbabát, Jézust. És azt mondta az angyal, hogy ha látni szeretnétek a megváltót, aki született, akkor menjetek el, fussatok, menjetek, minél előbb érjetek oda, és csodáljátok meg őt. És amikor a pásztorok kezdtek örülni, akkor az angyal mellé sorakoztak. Az angyalok, angyalsereg nagyon sok, sok-sok szinte megszámlálhatatlan angyal jelent még meg. Az arcuk fény lett a szeretettől, a szemükből a tisztaság ára, a szavuk békességet és nyugalmat okozott a pásztorokba, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A pásztorok meglepődve hallgatták ezeket a szavakat, és azt mondták, János bácsi, fussunk! Mihály bácsi, gyerünk! Hagyjuk itt a juhokat, addig legelnek, nem történik semmi. Gyerünk, gyorsan! Milyen jó az, hogyha a mi szívünkben is van egy ilyen vágy, hogy minél előbb meglássuk Jézust, hogy csodálassuk őt, mert ő a legnagyobb ajándék, aki a mi életünket megváltoztatja, és megment, és örök életet ad nekünk. Beléptek az istálóba a pásztorok, megtalálták Máriát és Józsefet az újszülöttel, Jézus arca ragyogott, és ez a fénysugár a pásztorok arcára vetítődött. Csodálatos volt ez a pillanat. A pásztorok nagyon boldogok voltak, imádkoztak, és miközben imádkoztak, az egyik kisbárány is bekapcsolódott az imádságba, elkezdett bégetni. Ő csak így tudott imádkozni, de Isten ezt is értette. Gyerekek, karácsony van, áldott karácsonyi ünnepet kívánok nektek, kedves szüleiteknek, nagyszüleiteknek, testvéreiteknek.